Hello! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Rég találkoztunk, rég volt stream, de most már itt vagyunk, és játszunk egy kicsit, a héten még van idő erre. Jövő héten már picit máshogy fog kinézni a program, de erről majd beszélünk később, nem olyan érdekes ez most. Folytatjuk az anno 1800-at. Hát megmondom őszintén, hogy címből is látjátok, hogy hétvégén egy picit megszaladt a dolog. Meg múlt héten volt egy kis időm. Aztán haladtam a játékkal. No, úgyhogy nézzük is meg, hogy hol járunk. Itten is vagyunk. Oké. Így is van. Folytassuk. Fogunk egy kicsit sztorizni is. Csak majd be akarom fejezni a sztorit. A campaign, vagy kampány, ahogy a profik mondják. A campaign módot. A chapter 4-et kezdtem el most, vagy hát az kezdődött el most, nem tudom mennyi van még hátra belőle. Nem biztos, hogy ma befejezzük, meg hát attól függ, hogy milyen egyéb dolgok történnek. Ugye, összemik a gazdaság vagy ilyesmi, ez ugye mindig benne van a pakliba. Na, úgyhogy itt vagyunk. Hát ahogy mondtam, egy kicsit megszaladt. Hát csinálgattuk. Ugye itt van az állatkert is növekedett, van most már botanikus kert. Illetve épül itt a World Fair, tehát a világkiállítás. Itt most pár előfeltétel még hiányzik, hogy az utolsó fázis párt, hogy elkészüljön. Ezen is rajta leszünk, hogy ezt kigerebézzük. Jó. Na. És akkor ugye... Hol is vagyunk, hogy... Elvileg... Hát... Vannak gondok. Az óra valamiért elfogy. De miért fogy el az óra? Hát arany kell hozzá, meg üveg. Mondjuk aranyból lehet, hogy nincs sok. Hát igen, itt a... Aranyból van egy kicsit kevés. De ezzel mindjárt javítunk. Szerintem az jó lesz, mert igen, mert ide építettem egy goldsmith-t. Úgyhogy szerintem az rendben lesz. Jó, szerintem ez rendben lesz. Alapvetően. Kiegyenesedik ez csak. Így van. Szóval jó lesz az, csak idő kell neki. Oké. Okay. Jó. Na. Akkor a sztoriból ott tartunk, hogy megszereztük... Azt a szerződést. Ebben miért van 48 perc? Na mindegy. Így van, ez az a szerződés. És ezt majd elvisszük mindjárt. Mindjárt elvisszük ugye az Edwardnak. Hello, sheriff. Szép estét. Csak előtte, akkor nézzük már meg, hogy... Hát a rum az mindig elfogy, nyilván. Jó, amúgy rendben lesz ez. Rendben lesz ez. Jó. Celebrate your leadership. Fesztivál. Nagyon jó. Jól látom. Nem sok kell ahhoz, hogy megint szintet lépjen az attractiveness.
Nem is tudom, hogy van-e most valami múzeumi cuccunk. Van ám bizony. Mégpedig epic itemek. Na hát nézzük ezt a sisakot, bedobjuk. Ez biztos. Na, akkor letesszük a másik kettőt is. Hát ez a, ezért fogy el, mert a rumból sosem elég. Pontosan jól látod. Szintet is léptünk. Enticing Metropolis. Hát, örülök neki. Jó. Rendben. Na, akkor még mielőtt folytatnánk a kampányt, nézzük már meg, hogy akkor ide mi kell. Kellene 5000 investor. Szerintem ez lesz a legnehezebb rész, de majd mindjárt kitaláljuk. Áram kell, az van. Ugye? Igen, itt az van, mert itt van a... Itt van az erőmű. Tehát itt van áram, az rendben van. Kene egy csomó kaucsuk. Izzó is van. 2000 mérnök. Az azt igen. Már hogy finoman fejezzem ki magam, meg kellene vezeték. Jó. Tehát ebből a vezeték a kavucsuk meg a mérnök hiányzik. Na, mondjuk vezetékből abból készül az izzó. És izzó is decreasing. Főleg, ha még itt léptetek a mérnökön, akkor ez nagyon csökkenni fog. Mert ugye a mérnököknek kell az izzó. You share my own curiosity. Tehát azt kéne most, hogy gyártani kéne egy csomó vezetéket, meg egy csomó izzót, úgyhogy még kellene egy csomó mérnök is. Hát jó. Nézzük, mi kell ezekhez. Csak ezt sínre tesszük, mert ez sok idő lesz, mire úgy beindul. Tehát kellene szén, meg homok. Hát kvarc homok tulajdonképpen. Ja nem, üveg. Igen, üveg, bocs. Hát igen, már az izzóhoz az kell. Nem árt a üveg. Mennyi üveg van? Hát üveg az van, szerencsére. Szén mennyi van? Az lófasz. Már bocsánat. Oké, hát akkor a szénnel kezdjük. Hold the machines! Ez vas. Hold the bottle! Ez is. Ez szén. Ez mészkő. Jó. Na hol van még? Itt van 4 szénbánya. És ezek üzemelnek is. Hogy vagyok most? Igen. Jó, itt van 2 szénbánya. Meg itt van 2 szénbánya. És ezek üzemelnek is rendesen. Hogy én kevés szenem van. Ki hordja itt a cuccot? Te? Ez így hordja 50-esével, és el is fogy. Jó, erre majd ránézünk, ez az új világban van. Ez most nem érdekes. Akkor innen most elviszem a szenet, ide ez úgyse kell. De itt akkor valami akadozik. Vagy valami szénfogyasztás van.
Az könnyen lehet. The formula is incomplete. Kell még szénbánya. The requisite materials. Ez nem jó hír, mert ahhoz másik szigetre kéne menni. Nem mintha nem lenne annyi szigetem már, mint a szemét, de... Jó, hát itt nincs szén. Pont nem látjátok, de nézem. Itt van, itt is van. Ide jövünk. Erre a kis szigetre. Ez van a legközelebb. És akkor itt föl kéne húzni két szénbányát. Ez meg kell nyersanyag. Jó. Na, egy hajó kéne. Még szerencsé, hogy az van. Awaiting new horizons. És akkor viszünk nyersanyagot. Hát itt csak szénbánya lesz. Én úgy gondolom. Minek más. Ja, még itt cink. Vas. Just say the word. Viszünk az én nyersanyagot. Bőségesen. Az úgy fogy. Az fogy. Mit mondja? Ide jött már a másik. A new commission. Most ér ide. Sok szenet fogyasztok. Kétségtelen. Jó, akkor mi kell még? Hát egyelőre legyen ennyi. On our way. Ah, nem, megint elfogyott a rúm. Itt jön a rúm. Na, lesz itt rúm, csak idő mire ide ér. Szivar az bezeg annyi van, mint a szemét. Ez vészjavasló, hogy már ennyi mérnöknél elfogy az óra. Mi lesz, ha még behúzok 1500-et? Na jó. Oké. Akkor a hajó úton van. Megvárjuk, hogy odaérjen. Tudni. Jó, 50 ember kell, 50 munkás kell egy szénbányába. Jó, amúgy pont 100 van. The people celebrate your leadership. Mindjárt ideér. Ott jön. Megnézzük, hogy milyen igényei vannak még ennek a szigetnek. Bár szerintem ide más nem... Cinkből szerintem van elég. Egyelőre. Szerintem vasból is, de mindjárt elnézek majd. Na. Csapassuk. Az biztos, hogy fog kelni egy raktár.
Jó. Hát van két újabb szénbánya. Lehet, hogy egy ilyet mondjuk csinálhatnánk a másik szigetre is. Hol vannak itt a bányák? Itt az egyik. Itt a másik. Miért is ne? Kéne oda egy út. Akkor ide is elhozzuk a nyersanyagot. Unfurl the sails. Your harbor is under attack. Kicsoda. Sosem unják meg. Attention for the admiral. Jó. Hát ezek meg majd elintézik idővel. Próbálják, kalózok jönnek vissza, és próbálják újraépíteni a kis tanyájukat. Lényegtelen. Na hol voltam? Igen, ez a másik sziget, ahol van szénbánya. Vagy hát szénlelőhely. Lehet, hogy ezt is kiaknázzuk akkor. Kérdés, csak ránézek, hogy mennyi vasérc van. Hát abból van, egyelőre szerintem nem fog kelleni, mert ezekhez nem kell vasérc. Jó. Na, ide is ide ért a hajó. És akkor ide is felhúzzuk. Reméljük elég lesz a... Mert ide kell egy warehouse. Nyilván ez egy, tehát gyakorlatilag egyértelmű volt, hogy egy nem lesz elég. És ez meg már nem elég a... Na. Ready for a challenge. Akkor még egy hajó. Nem tized. Csak mert neki most pont hátszele van. On our way. Ship under attack. Na, összefutottak. Awaiting new horizons. Klipperemet hagyd békén, te. Vitte a gyöngyöt meg a kakaót. No more space here. About time you was something good. Jó. Hát
Így csak vasércbánya van. Vagy vasérc lelőhely. Akkor ez mindegy is. Itt van még egy szénbánya. Hát, akár ezt is ki lehetne aknázni. Miért is ne. Még akár az is jó lehet. Meglátjuk. Celebrate your leadership. Egyelőre legyen elég ez a három sziget. Három, kettő. De ez jó, ez így szépen. Ó, hát ide már lassan jönni is kellene a szállítóhajónak. Egy, hát kettő. Ez négy szénbánya. Jó, legyen elég egyelőre ez a négy szénbánya. Aztán meglátjuk. Ó, Bobitbox, köszönöm a követést. Hát, ismét talán. Köszi szépen. Na jó, ez a négy szénbánya, ez egyelőre elég. Már csak szállítani kéne. Itt akkor ezt még megépítjük. Na és akkor kéne hajó, ami ezt szállítja. Hát, hogy kéne. Ez hozta a rumot, meg a kávét. Két nagyon fontos dolog, hogy rum, meg kávé legyen. Jó. Hordjuk egy-egy vitorlással. Hogy kéne innen ide. Not too many changes, I hope. The idiot is back. Oh, oh heavens, I thought you were the photographer. Minden happy. Nem, nincs, minden rendben van. Minden szuper, nincs szükség propagandára. Aranyszabály. Propaganda akkor kell, amikor valami... This is the gold standard. Amikor valami nem oké. Jó, kéne még egy ilyen. És akkor ezt meg a másik szigetre küldjük. Egyelőre ez is pakolja fel a szenet. Csapassuk. Nem optimális ez így. Alapban ezek a vitorlások nagyon ki vannak téve ugye az időjárásnak. De egyelőre legyen így. Na, akkor most főturbúztuk a szén ellátmányt, így akkor már lesz. Tehát nem biciklink. Hogy is vagyunk. Igen. Jó. Jó lesz. Akkor kellene építeni. Most már gyárat. Ehhez kéne 150 mérnök, meg ehhez is. 300 mérnök. Jó. És akkor ahhoz a 300 mérnök. A többi az szerintem elegendő lesz. Többi cucc. De majd meglátjuk. Lehet, hogy óragyár is fog kell, sőt biztos, hogy fog kell óragyár. Bár lehet, hogy az azért nem halad annyira, mert kevés az arany.
De még az meg lehet azért, mert még most jött a szén. Na jó, kivárunk egy kicsit, ami biztos kell, hogy legyen vezeték, meg izó. Egy talpalatnyi hely nincs az iparnegyedemben. Ez itt maga Dunaújváros. Nem, nem. Hogy lehet ezt így? Sehogy. Viszont hogy itt akkor hova teszem be? Ez egy nagyon jó kérdés. Mondjuk ez az út, ez nem tudom miért így jön. Nem fura. Ez az út amúgy is csak azért kell, hogy bekapcsolódjak a izébe. A központi dugba vagy mibe. Tudom, szarul néz ki, de ez tényleg csak ilyen. This time, I'm going to get in with the right people. Na, úgy haver, de egy hajód van, nem tudom, azt látod-e. Fleet ready? Semmi esélyed nincs. Időről időre így megpróbálják újraépíteni a kis helyüket, aztán... Jó, és akkor ide megpróbáltuk besajtolni még egy-két dolgot. I'm missing particular materials. In my mind's eye. Hátizsák probléma, ugye? Jaj, nem akartam. I had better leave it to set. Aha, itt van egy raktár, akkor ez ide nagyon, nem nagyon kell. Nem, hogy addig elrakom valahova, de... Nem tudom hova. Jó, hát... Ship under attack. Na és akkor most dobjuk le. Ilyet. Meg egy ilyet. Csak az a baj, hogy nem lesz hozzá út. So, Snake Eyes, is that how it is? Na, hát ez se túl szerencsés, de hát ez van. Jó, na most már kéne munkás, mármint hogy mérnök, akarom mondani. Ja, akkor itt fejlesztünk egy kicsit. És kézművesben van annyi, hogy hát sok.
Jó. Na és akkor elvileg most már lesz munkás is. Már csak nyersanyag hiányzik. Azt majd hoznak. Na. És akkor most az kéne, hogy várunk egy kicsit. Hát az óragyártást is egy kicsit meg kéne tolni. De ez a baj, hogy tényleg itt nincs hely. Ami elég szomorú. Mondjuk kicsit mint a több lenne a raktár, mint kéne. Jó, várunk egy kicsit, az a biztos. Várunk egy kicsit. Jó, na a másik, ami kell, az a kaucsuk, hát abból sincs túl sok, de azt ugye az új világból szállítjuk. Ezzel a hajóval. Na itt mi a helyzet? Nézzük már rá, hol van ez a hajó. Aha, hát 100 egység kovucsukot hoz, tehát tele van. Jó, hát ti akkor gyertek vissza, ha már elintéztétek a kalózokat. Na itt akkor, hát kovucsuk az van bőségesen. Tehát akár még több is lehetne az óvilágba. Mert a kovucsuk ültetvények azok itt pörögnek elég jól. Kettő van csak. Nem, négy. There must be input for output. Jó, hát kaucsukból is van. Viszont akkor növelni kéne a szállítást egy kicsit. Hát ebben a hajóban már nincs hely. Mert sört az kell idehozni meg így varrógépet. Kell ennyi ruhaanyag. Ez a kérdés. Kell. Meg is jött a válasz. És ez itt jön. Nem, itt jön a kaucsuk. Aha. A kaucsuk az csak a bicikligyárba kell szerintem. Szerintem az máshova nem kell. Hova kéne. Bicikliből meg van rengeteg szerintem. Hát nem, abból is annyi van, amennyi kell pont. Akkor növeljük egy kicsit a kaucsuk szállítmányt. Várjunk csak, ez miért nincs tele? Ah, itt még van egy hely, jó. Oké. Jó, így a jó, oké. Fura volt, hogy
miért nem víz? Rakunk is bele. Jó. Hát megdupláztuk a kaucsuk szállítmányt. Megjöttek a fiúk. Fleet ready. Tehát gyakorlatilag megdupláztuk a kaucsuk szállítmányt. Szóval elvileg akkor az is most már van. Only are reporting in. Jó. Jó. Rendben lesz ez akkor. Na, és akkor amit kell, hogy... Hát... Ez nem lesz egyszerű, de megoldjuk, megoldjuk. De termeljük ki a nyers, vagy hát a hozzávalókat. De kaucsuk meg a... vezeték. Aztán utána foglalkozunk azzal, hogy legyen elég mérnök. Mert azt igazából már most föl lehetne tolni. Egy kicsit, legalább lássuk, hogyha valami elfogy. Hát mondjuk itt nem jó, hogy itt építem, mert nincs áram. De itt még pont van. Jó. Valószínű itt áramellátáson is kell egy kicsit javítani. De az majd... Ez egy kicsit bonyolultabb művelet lesz. Na, meddig jól tart még? Hát... Nem hiszem, hogy lesz elég mérnökünk. És akkor az áramellátáshoz hozzá kell nyúlni, kell majd ide való egy erőmű. Ide a kórház helyére pont jó lesz. Igen, az egy kicsit bonyolultabb művelet lesz, mert a sínt kellene húzni. De megoldjuk. Na. Itt megállok, és akkor megnézzük, hogy mire elég ez. A bicikli az vészesen fogy meg az óra, de nem baj. Na, és akkor most az van, hogy tényleg várunk egy kicsit. Medieval Dynasty. Nem, még nem játszottam, még nem találkoztam vele, hogy őszinte legyek. Valonnan rémlik a név. De nem, még nem. Azzal még nem találkoztam. Szóval akkor várunk egy kicsit. A bicikli is elfogy, akkor megőrülök. De meglátjuk, nagyon sokat, sok új lakó lett. Jó, úgyhogy akkor lehet, hogy egy picit a sztoriba lépnénk tovább. Miért is ne? Miért vannak itt ilyen random pezsgők ezeken a hajókon? Hold the crane. Itt is. És később bírom rakni fogadni. Na mindegy. Jó. Hát lehet meg kéne várni a nappalt. És bevörgetjük egy kicsit az időt. Mondjuk lehet, hogy ezek a lootok még a izé. Mert voltam pár expedíción, lehet, hogy akkor onnan van. Sőt, biztos is. Á,
Hát igen, egy kicsit a bicikli is, meg az óra is hullámzik, ezen majd kell dolgozni. De hát a bicikli valószínű, most ránézek. Hát igen, ez a acél miatt. Acél miatt. Nem az acél miatt. Nem is a kaucsuk miatt, akkor lehet, hogy csak szimplán kell egy gyár, az kész. Meglátjuk. Meg akkor az óra. Hát az üveg... Üveg biztos nem, akkor az is az arany miatt. Pedig két öntödém van. Mondjuk gyűrűből van... Ugye a gyűrű, vagy hát az ékszergyárnak is kell arany. Ékszerből mennyi van? Hú, abból sok. Na mindegy, dolgozunk majd ezen egy kicsit. Igazán fölkelhetne már a nap. Akkor mennénk is tovább. Mondjuk most van 821 mérnököm. Mennyi kell ide? 2000. Nem is van vészes, mondjuk... Hát igen. Igen, és az investor is hullámzik, mert ott is vannak gondok, ott a kávé hiányzik. Jó. Rendben lesz ez, csak ezeket a hullámzásokat kell kiküszöbölni, tehát nagy kax nincs, csak... Battletech to attention! Igen. Jó, na akkor csináljunk a main story-t. Itt. Ezek hoztak ide árut. Jó, te hordod a szenet. Elég jó mennyiségben. Ez meg épp megy vissza. Hogy alakul a szénfogyasztás, akkor még arra rápillantok. Ah, jó. Hát ez rendbe hozta akkor. Jó. Szuper. Na. Ez a fickóhoz kellett elhoznunk ezt a szerződést. Lássuk, hogy mi történik. Here at the family crypt, Edvard. Do you vaunt your betrayal? What are you talking about, child? Only words between brothers, that's all. Liar! You are the picture of regret. From the moment I saw you, I knew it meant trouble. Enough! It was you who sold prosperity for the Perforians. You forged father's signature. You sentenced him to death. But now, the sentence is on you, uncle. I knew this would happen. I was just saying to your father, I'll never come up to him. Not even having sacrificed it all. He never understood the pain of my life in his shadow. You don't understand pain. Real pain. I can't be scared. No more than I am already. The Perforians are pure evil. I thought I had control of this frightful arrangement, but when they murdered Samuel, I realized a day would come that they came for me, too. The day they purge this decaying empire with fire and flame. But another tiresome prophet of doom, Archie. How dreary. Lo and behold, Her Majesty. Finally, I become worthy of her notice.
Well, momentarily at least. Mr. Edvard Good, you are to be placed under house arrest in Bright Sands until the time of your trial. Yes, guilty as charged. And your guilt shall long outlive you, Uncle. Look what you've done to our family. There will be punishment. But Edvard has suffered from the day Samuel died. As savior in the new world, Her Majesty agrees that you should host this prestigious trial. Once built, your Court of Justice shall inaugurate a new era of peace and prosperity for Empire. Court of Justice. Hát de eddig itt emberek laktak. Na mindegy. És akkor itt lesz a bíróság. Forget me, my race is run. A true devil is loose. It must be vanquished. Jó, és akkor ez is ilyen több fázisú építés lesz. I will indulge not one of the thousand apologies I presume he has ready. Aha, és akkor kéne nyersanyag, meg 500 munkás. Azon szerezzek most 500 munkást. Hát... Lehet leállítunk pár gyárat. Az a helyzet. Körülnézünk, hogy mi az, amiből érdeklen túltermelés van. Hát mondjuk ilyen téglagyárat már leállítom. Ha ez olyan sok lenne, de a semminél több, akkor vitorlagyár, de ez már amúgy is áll. És ez az egy. Nem jó még. Acél. Steel. Aha. Ezt lehet, hogy leállítjuk. Mert ez most nem kezd úgyis építési alapanyag. Vasok van. Jó. Nem jó még. Szappan. Meg zsír. Ezt is megnézzük. Ez már áll. Hát ez olyan sok ember, de a semminél több. Csak majd ez arra kell figyelni, hogy újra is indítsam. Jó. Ágyú szerintem az áll. Fegyvergyár, így van. Ez itt áll. Egy dolgot itt megcsinálok, ezt kicsit lentebb veszem. Hát akkor több szén marad. Na. A varrógép az szerintem már kézműves. We are keen to resume as soon as permit. There's no great. Így van. Hát esetleg még a részbánya, cinkbánya, azokat le lehet. Még ebből meg csak én van. És ez túl sok. Réz, meg cink. Ezt is leállítjuk. És akkor már csak 50 munkás kell. Viszont a többi az már nem munkások dolgoznak. Ja. Jó, hát akkor kell 50 munkás, ahhoz kéne 50 főműves. Úgyhogy építkezzünk egy kicsit.
nem így kellett volna. Most már látom. Beépítjük a olajnyerő helyet. Jó. Na. Közben itt berekedek. Jó. És akkor egy pár munkást bepörgetünk. Szerintem meg is vagyunk. Legalábbis egy pillanat múlva. No space left here. I'll put my feet up. Hát sok mindenben túltermelés van, nincs túl jó optimalizálva, nincs teljesen optimalizálva a termelés minden egyes ponton, és ez zavaró. De majd megoldjuk mindenképp. Na. Mindjárt megvan az 500 munkás. Na, kezdjük. Azt mondja, hogy 10 perc az első fázis. Jó. Hozza az anyagot. Szerencsére van közelben raktár, úgyhogy nem kell messzire menni. Know that any assistance may influence Her Majesty's sphere. Miért is ne? Destroy Quest. Na, amíg ez épül, addig ezt megcsináljuk. Hova kell menni? Aha. Hát pont hátszél van. Is our future. Us filings swept into an iron tide. The rattle of the workers. Freedom and equality for all. Mindezt kellett mondani akcentussal. Jó. Na. Szóval hátszél van, úgyhogy akkor ezeket küldjük. Nem jönnek? Vagy el se indítottam őket. De itt vannak már. Jaj. Jó. Nem láttam őket, hogy jönnének. De már itt vannak. Fleet awaiting orders. Ship under attack.
top of the line, reporting in. Összeszedjük a roncsokat. Fleet ready. És ezt el kell vinnünk. Szuper. Jó. Jaj, csak szíven gyertek haza. Oké, és hát ez egy gyors quest volt. Na hát akkor úgy tűnik, hogy ilyen létszámnál a bicikli meg az óra hullámzik egy kicsit. De azért úgy helyreáll valamelyest. Mi azért gond, hogy ez befolyásolja ugye a investor létszámot is. És ugye investorból meg 5000 kell. Úgyhogy akkor ezzel valamit... járvány van. Mobilizáljuk a orvosokat. Ez messze van. De a járványok nem jók. De szerintem ezt lekezeljük, ez rendben lesz. Jó. Szóval akkor nem pontosan értem, hogy mi a gond, hiszen már az órával, hiszen arany nyersanyag az van nagyon sok. Azt hordják folyamatosan az új világból, tehát az rengeteg van. I have the time. I ought to visit my old tutors. És most már ugye szén is van. Rengeteg szén van. Tehát ez se lehet gond. Tartok, hogyha csinál, csak lerakok egy óragyárat, akkor az nem fogja megoldani, mert nem lesz elég arany továbbra sem. Most az órát is, meg a aranyat is stabilnak írja, mégis itt azért hullámzik. Nem vészes, de azért hullámzik. Bicikli is egy kicsit. Na jó, bicikliből, hát, meg egy acél kell hozzá. De ez kávéit tényleg csak le kell adni egy gyárat. Csak hova. Nincs egy tavakolatnyi helyese. When do we start again? What to do with free time? Lehet, hogy ezeket el kéne innen pakolni. A helyére nem fér be. The people celebrate your leadership. Hát, hogy leteszem máshol, kell ennek elektromosság? Requires. Jó, hát akkor valamit elrakunk innen, aminek nem kell. De nem szükséges. Mondjuk ez. Ennek se fér be a helyére. Mondjuk ide befér. Always harder with... Na hát akkor ezt elrakjuk innen.
Hát nem a legszerencsésebb ez a hely, de... dolgozunk majd ezen, csak... így rettenetes, de... hogy akartam. Ja, ezt egyen még erre. És akkor így már befér. Na, akkor most a biciklibe biztos lesz elég. Meglátjuk, lehet túltermelés is lesz, de akkor majd visszaveszünk egy kicsit. És akkor még egy óragyár kéne. Hát azt szerintem ugyanide kirakom. Rettenetes ez itt, de hát... jelen, mert ehhez is kell... shit. Ennek is kell áram. Ezt nem figyeltem. Viszont ez ide férne. Ezen szabunk egy kicsit. Nem biztos, hogy jó, amit csinálok. Nem, így se fér ide. Akkor vissza. Kintem mondjuk ezt is elrakni, mondjuk ez meg azt fogja eredményezni, hogy lehet, hogy kevés lesz a cél. Ah, you're ready. That really is first rate. Szuper. Szuper. Jó, itt hogy állunk? Még egy perc. We are missing all the elements to produce. Az a baj, hogy arany nincs. Hát akkor még egy goldsmith-t. És jobb ötletem nincs. Tényleg, akkor valószínű csak ez kell neki. Akkor így már hátra lesz. Hol a kávé? A kávé mindig elfogy, meg késik. Jó. Na, közben nézem, hogy kaucsuk érkezett-e. Jó, szépen gyűlik a kaucsuk. Jó, rendben van. Szuper. Na, az első fázis akkor ebből megvan. Finish phase. I think we have built up enough trust with Isabel to rely on her as a witness. Jó. Of course I will be a witness after all you've done for us. Okay. Hát valaminek kinéz. Just to have justice. Ez biztos. Na, mik a második fázishoz? 700 munkás. Állítsam le az egyik önfalmi. I even see a smidge of daylight now. If it's a lockout, we've a right to know the dispute. Hát addig, amíg ez elkészül. Something new. Break away from the old. Kaptunk egy szigetet az új világban. Ezt is elindítjuk, meg akkor erre ránézek. Ó. Oh. Oké. Okay. Igen, itt ilyen romok voltak. Kis sziget.
Na, és akkor itt van egy csomó olaj. Hát az per pillanat nem kell, de... Nem kizárt, hogy majd fog kelleni. Itt a villamos három helyzetet majd kicsit meg kell javítani. Hello, Dave. Hát akkor Dave-nek hívlak, mert talán egyszerűbb. Mindegy, hol írsz. Discord is jó, meg e-mail is. Igazából rád bízom. Ahogy neked kényelmesebb. We cannot thank you enough for preventing this war. Let me help you. I know I can make a difference. Ezzel ennyi volt a teendőm? Oké. Okay. Jó. No production. Miért? Még várja a kocsit. Nyersanyagot, jó. Rendben van. Na, picit megcsapant a bevételünk. De szerintem azért, mert elfogyott a kávé. Hol a kávé? Ain't you learned by now? I'm unkillable. Ez a helyi kalóz. És ezt azért el kell pusztítani, már a hajókat, mielőtt újra építeni a városát, mert akkor megint itt fognak terrorizálni. És az nem jó. Úgyhogy oda küldjük a fiúkat, hogy legyenek rendben. Jó. Hát szerintem sinem vagyunk. Hát mondjuk a vezeték nem nagyon termelődik. Our creations must be stored in warehouses. Mondjuk ha építek utat. Kicsit húzunk rajta hátha segít. Ez nem kell már nekem szerintem. Seal the valves. Nem. Na mindegy. De is arany kell. Layer of most már ez fog termelni aranyat, csak eddig ugye nem volt út. Jó. Talán jó lesz. Talán normalizálódik is. Majd egyszer ide ér a kávé is talán. Hol a kávé? Ez csak... Hát nem kapkod, maradjunk annyiba. Lehet ez ilyen. Jó, itt beindult a második fázis. 7 perc.
lehet, hogy kicsit lentebb veszem a ékszergyártást. Ami nem biztos, hogy jó ötlet. Mindjárt kiderül. Mert az azért sok aranyat emészt. És ékszerből azért van. Nem is kevés. Pezsgőből. Hát ezeket majd vissza kell tenni, mert ugye kell 5000 investor a... világkiállításhoz. Csak egyelőre visszavesszük. Ami úgy tűnik, hogy a biciklit stabilizáltuk. Csak most akkor meg lehet, hogy a kaucsuk fog jobban fogyni. Akkor visszavesszük a kerékpárgyárat. Nem kell oda olyan sok. Hello Mentol, üdvözöllek. Dufesz? Szia! Mi újság? Mikrofonnal? Mert valami baj van a mikrofonnal? Ship under attack. Doboz hangja van. Annak nem örülök. Azt nem tudja, mert nincs bedugva. Tettünk egy hajót. Na, akkor gyertek ide vissza. Én meg akkor ránézek erre a mikrofon problémára, hogy mi lehet a gond. Egy pillanat türelmeteket kérem. Hát nem tudom, én őszintén szóval jónak hallom.
Szerintem nem a mikrofonnak van doboz hangja, hanem nekem. Hát ez ilyen. Lehetne ez jobb amúgy, csak kéne rárakni egy-két filtert, de ez ilyen no-filteres. Nem tudom, én nem hallom annyira vészesen rossznak. Nem, Dufesz, azt letöröltem, mert bebugolt. És nem volt jó. Nyilván az nem jó, hogyha bebugol, szóval azt letöröltem. De majd lehet, hogy egy picit jobban ránézek, mert az égvilágon semmi nem történt az elmúlt hónapokban így a cucca. Ez is jó be van állítva. Nem tudom. Nem nagyon akarok itt nyúkálni, mert... De úgy tűnik, hogy jól van. Dave nem hall semmi furcsán. Hát... Nem tudom, én se. Szerintem ez ilyen. Ez ilyen. Amúgy, ami érdekes, hogy nemrég hasonlítottam össze ennek a headsetnek a mikrofonjával, és... nem volt szignifikáns különbség, volt egy kicsi azért, de nem volt szignifikáns. Ez egyébként szerintem azért van, mert az én hangom ilyen szűk dinamikában van. Nyilván mondjuk egy, hát most nem akarok ilyen híres streamerekkel példálózni, de lehet, hogy másnak a hangján egy kicsit más, hogy jeleníteni meg idézőjelben ez a mikrofon. De igen. Hát, amúgy lehet, Dufesz, hogy ez lesz a megoldás, hogy a te fülednek van doboz hangja. Nem tudom. Kicsit ránézek majd stream után, de ez szerintem ilyen. Na, közben elvesztem a fonalat, hogy hol jártunk. Oké, ez itt van. Jó, rendben van. Picit, amíg ez elkészül, ránézek a coachuk ültetvényeimre. Ami itt van. Stand aside, boss. Don't get... 1, 2, 3, 4. Hát csak rakok még le. Rettenetes, mit csinálok itt a természettel. Brogy egy sneak peek? Hát... Nézd, igazából nem mondom, hogy izgalmas lesz. Mármint, hogy izgalmasabb lesz, mint korábban volt. Ami biztos, hogy... hát, hogy mondjam... Ezt nem lenne szabad így mondani. Kevesebb lesz az ismétlés. Hogy úgy mondjam. Of justice finished yet? Not quite. Her Majesty. I don't normally attend trials, so this one must be important. The Queen certainly speaks her mind. April. Be is indítjuk az utolsó fázist, mert az van mindenünk, úgyhogy öröket. Szóval alapvetően amilyen fő téma lesz, az az absztrakció. Tudom, ez most semmit nem mond. Első körben az, hogy...
hogyan is néz ki egy hát ilyen object-oriented programming design, de ez már azért lehet, hogy egy kicsit nagyképűbb, mint ami a valóság lesz. Illetve ezután lesz generikus programozás, ezért a kettő szorosan összefügg. Nyilván objektumorientált programozás nélkül generikus programozást oktatni elég nehéz. És akkor tulajdonképpen a fő téma az lesz, hogy hát írunk egy ilyen kis grafikus eszközöket kezelő programot, és akkor abban lesz egy kis OOP, kis GUI, tényleg ilyen alapszinten, viszont úgy alapszinten, hogy ilyen alacsony szinten, tehát egyelőre még nem az, hogy fogjuk a Qt-t, ezt összekattingatjuk, hanem sok mindent mi magunk fogunk megírni, viszont hát hogy mondjam, utána azért tovább is lépünk, mert azért nézzünk Qt-s programokat is. Azért az is lesz. Az is lesz bőséggel. Illetve tényleg itt ezután jön a generikus programozás, és akkor ott ilyen különböző adatszerkezeteket fogunk megnézni. Írunk egy ilyen saját listát, meg saját... Csak tényleg, hogy nem azért, mert ami van az... ami a C++ Standard Library-ben van, az tök jó, azt kell használni, csak ugye, hogy lássuk a design koncepteket, hogy mi a generikus programozás mögött az eszme, úgymond. És akkor erre még esetleg jön rá ilyen finomságok, ilyen resource management, mert ezek azért eléggé erősen előjönnek, hogy ugye, hogyan használjunk pointereket, miért ne használjunk, akkor mi az a unique pointer, ilyen egyéb ilyen resource management dolgok, akkor a ilyen vektor típusba írunk a saját allokátort, meg nem mindegy, szóval ilyen finomságok előjönnek. Alapvetően C++, tehát csak C++ lesz most ebben a fél évben. Leegyszerűsítettem a dolgot, mert tudom, a tematikában van ilyen, hogy hogy is van ez a funkcionális programozás, de azt be tudjuk a Lambda Expression-ökkel. Ilyen kis soft hack a dolog, de be tudjuk azzal. Jó. Na, közben nézem. Több kaucsuk kell. Vagy kevesebb bicikli. Még jobban visszavesszük a bicikli gyártást. Hadd örüljenek a mérnökök. Mondjuk 50%-kal nem, mert akkor minek építettem új gyárat. 40. El lehetne felejteni? Hát... Azért fontos a jáva. Azért sok... sok mindenben van. Nyilván ahhoz, hogy Proc 2-n tudjanak jávát tanulni a hallgatók, meg úgy objektumorientált programozást, meg akár generikust is, azért C++-ba ezeket meg kell nézni, tehát hiába mondod, hogy jávában minden függvény virtuális, hogyha nem tudja, mi az, hogy virtuális függvény, meg hogyan működik, azt egy C++-ba lehet jobban szemléltetni. De ott elég jól lehet szemléltetni, viszont azért azt nem könnyű megérteni így elsőre, hogy akkor hogy is van, meg mind is van. De ezt most meg fogjuk nézni, begyakoroljuk, kipróbáljuk, hogy egy ilyen valódi környezetben annyira használják. Ugye csak hogy mondjam, hogy egy... Hát nem biztos, hogy ezt szabad lenne mondani egy záróvizsgán. Mondjuk nevet nem mondok, akkor mindegy. Záróvizsgán volt lehetőségem bizottsági tagnak lenni. Aztán ott programozást húzott a kolléga, és hát levelezős volt, mindegy igazából, csak kérdeztem tőle, hogy melyen függvényi paraméter átadás, meg ilyesmiket húzott, vagy hát kellett mondania, és akkor kérdeztem, hogy ilyen paraméter átadásokat ismer, és akkor nyilván mondta az érték szerint, és akkor jött, hogy pointer szerint, meg és akkor még nem is tudom, ilyen érték, eredmény, meg a jó ég tudja, hogy miket
mondott még, és akkor kérdeztem, hogy a referenciáról hallott-e. És akkor mondta, hogy hát nem igazán, nem rémlik neki ez, hogy referencia. Egy referencia szerinti paraméter átadás, pedig Jávába írta a szakdolgozatát. Na, és nyilván nehéz ezeket begyakorolni meg megtanulni, ha csak Jávát használsz. Mert ott ugye nem nagyon van lehetőséged. Hát ő írta. Tehát attól, hogy nem tudja, mi az a referencia, még tud Jávába programozni. Nyilván. Csak ugye ott az, hogy nem másolat jön létre az objektumról, meg ilyenek. Tehát ezeket már nem tudta, mert ez az kellett volna, hogy C++-ba tanuljon programozni. De hát az neki nem volt. A kaucsuk ellátmányomban van gond, arra ránézek gyorsan. Mert itt valahol elakad a folyamatba a kaucsuk. Kávé is annyi van, mint a rohadvány. Hol a tökbe van a kaucsuk? Itt van. Aha. Hát itt. Innen elhordja, az biztos. Itt meg van 54. Innen meg viszi tovább. Még mindig kevés a kaucsuk. Far be it from me to bank on gossip. Berillel nem kéne rosszba lenni. Neki erősebb a hadserege jóval. Hát jó, várunk még egy kicsit. Rum megint elfogyott. Jó. De amúgy úgy stabilnak tűnik a helyzet. Tehát az rendben van. Jó, ez itt pörög. Még 4 perc. Nagyon jó. Jó, szóval ez lenne úgy nagyjából a prog 1. És akkor nyilván itt ez az alap, meg a labor. És akkor erre jönnének extrák. Nyilván nagyon sok tankönyvi dolog, meg C++ programbe könyv, tehát a C++ könyvbeli dolog, ilyen extra pontokért én megoldani egy-két pluszt. Meg ugye lennének QT-s programok, meg elővesszük megint valószínű a OCVC-t, ti azzal szerintem nem is dolgoztatok a robotautós progival. Úgy tűnik, hogy kicsit megélénkül körülötte a kutatás is. És akkor így megtámogatnánk pár feladattal, mint a minilyen ilyen megjelenítőt írni, meg bugfixelni. Már szerintem jövő héten lehet már lehet, hogy a héten kírok egy csomó tiketet, amit lehetne csinálgatni. Még az se kizárt, hogy felhúzunk rá valamilyen ilyen kollaborációs rendszert, én Jirát vagy valamit. Nem biztos, hogy azt. Hát csinálunk egy éles fejlesztést. Már úgy éleset, hogy nyilván nem adjuk ki a szoftvert. Mert az manapság ugye veszélyes. Mondjuk ki van adva a szoftver, tehát ott van open source. Tehát mondjuk úgy, hogy nem marketingeljük túl. És akkor szerintem sejtitek, mire gondol. Hanem csak csinálgatjuk. És tényleg mintha egy éles szoftveren dolgoznánk éles helyzetben, aztán hát aki csatlakozik, nyilván azért gondolom sok olyan hallgató lesz még mindig, aki úgy nagyjából a túlélésre játszik, pedig hát ha valamire nálam nem kell játszani, az a túlélés. De hát ez van. Háromszáz kaucsuk kell. Mondjuk azt egy ilyen hajóval el tudom hozni. Na majd meglátjuk.
Szóval ez lenne a apróg egy. Egyébként ugyanígy Twitch-en végig tudjátok követni. Ezt címbe látjátok is. Ugye maga az előadás, tehát az órarend szerinti dolog az lenne hétfőn 4-től. Utána meg egy ilyen kis extra ilyen labor felvezető 7-től. Könyv sorsa mi lesz? Hát Dufesz, megmondom őszintén, hogy nekem a könyv az ilyen nagyon traumatikus élmény volt mindenfél évben. Voltak nagyon jó könyvek, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg születtek kiváló könyvek. Épp beköszönt az előbb Mentol, nem tudom itt van-e még, az övé nagyon jó volt, meg tényleg volt egy-kettő tényleg kiváló könyv. De de sajnos nem ez volt többségében. De hát gondolom ezt ti is azért tudjátok, hogy azért volt sok olyan könyv, ami hát kicsit összecsapott volt, meg hagyott némi kívánnivalót maga után. Úgyhogy most ezek is egyszerűsödnek, nem lesz könyv, igazából mindenkinek lesz egy GitHub tárolója. Az alapfeladatokat oda kell föltenni, ugye az extra feladatokat meg nyilván vagy fölteszi oda, vagy mondjuk a robotautó rendszerbe csinál valamilyen bugfixet, akkor ott ugye nyilván bemergeljük a kódját ugye a productionbe. Elég nagyképű ezt így mondani, hogy production, de na, valami olyasmi. Az sosem, tehát én azt engedem is, meg Bevprogon is már korábban is ez volt, hogy nyugodtan dolgozhatnak együtt. Csak tényleg, amikor sokszor szóra-szóra ugyanaz, az kellemetlen. És ezt az így ellenőrizni, meg mit tudom én, nem egyszerű. Te lesz pull request-tel? Hát, én nem lennék meggyőződve, tehát azért az a robotautó rendszer az még nekem is olyan még mindig, hogy ugye ezt még Norbi írta. És azért egy kicsit máshogy absztrahált a fejben így a dolgokat, tehát azon elmenni, hát az nem egyszerű. Az nem egyszerű. Az még nekem is olyan volt annó, hogy okay. Mindjárt folytatjuk. Na nézzük, mert elkészült itt a bíróság. The Court of Justice. Magnificent. I hardly dare interrupt the miraculous transformation of your island, but Her Majesty is rather keen to get on with things. Did Archie tell you I planned to visit? I hope there's a convenient mooring for my flagship. I don't like long walks. Her Majesty has been ever so much looking forward to seeing her new Court of Justice. I hope you'll be ready. Treat me as you would any other guest. Megjött a királynő. Where are all the witnesses? És akkor... Your Majesty. Isabel Sarmento, at your service. I hope, as witness, I can prove the Praetorians were behind this deal, not us. This is tremendous exposure. Remek. And where's the defendant? Okay. Gather your things, Edvard, for your trial. No, child. It's too late. Judgment has already come. Mi történt? Oh. Look! Devils from below breathing fire and flame! I
Edvard Good, are you ready to be reunited with your brother? I am. Of course you are. The heat will peel your sins from your flesh like cloth. Acolytes, purge the place. The man. Yes, Grandmaster! Gladly! If only Father were here, he'd have known what to do. No, please, don't be afraid. It's time to let go. My ship has sailed. No! Samuel will forgive you on the other side, Edvard. Pathetic. But then, surely Samuel awaits you too. The whole Good family can be reunited in the Everlasting. We squeezed the life from your father's lungs, peeled your uncle's skin. You must be curious as to what we plan for you. We are not afraid of cowards hiding behind masks. Megleztek. Támadva. A new world order is at stake. The Empire already shaking to its foundations, and the Good family helpless to prevent it. We first eradicate the offspring, and then eradicate the Queen. What is that tinseled marionette talking about, Archie? We are safe here, aren't we? As safe as the situation allows, Highness. The fleet is formidable. I count many ships. No, you are awfully right, old chum. I beseech you, we must protect Her Majesty at any cost. Hát elég komoly haderőn van, szóval. The forces have seized Bright Sands. They enchain it to their foul cause. Aye. Good and Sons, favorites of the Royal Council. How I've enjoyed watching your family's slow and ignoble demise. You can rely on Under us. Under no circumstances must the Queen's safety be compromised. It is time, old pal. Our nemesis approaches. Moving to coordinates. Én gondolom a többi hajó meg az új világban van. Bár szerintem ezek is meg fogják oldani. Hát meg a szárazföldi védelem. Father, a ship was destroyed. Ship under attack. A stream laggol, olyan frame dropom van, hogy. Fleet moving in from. You have my blade. I am ready. De network miatt. Hát vagy a routerem szar, vagy a netem. Kettő közül valamelyik. Na hát akkor... Hát szerintem elég lesz ez a haderő. Nem ilyen. Ship under attack. Stations. Everybody.
trzymaj. Még ez az egy kolbász van itt. Az gyorsan rendbe tesszük. Itt meg van egy csomó loot. Ezt majd össze kéne szedni. Na haver. Neked resződtek. Ahogy a klasszikus mondja. Köszi, Dufus. Várlak szeretettel majd. Na. Old friend, it is over. The last Pephorians are sunk. Ready for action. What you did goes far beyond us, dear blood. You have saved us all from a reign of terror. Now we are ready for Her Majesty. All the eyes of the world will be upon us. Okay. Look at all those subjects. How enthusiastic they seem. Do you think they celebrate me, their Royal Highness? Hát nyilván, hát ki mást. In a manner of speaking, Your Majesty. In a manner of speaking. And you are absolutely sure this Samuel Good was innocent? No doubt, Your Majesty. Mustn't worry. Your attendance at this ceremony is nothing short of sublime. A gesture of the uttermost nobility that can heal this tormented place. Let's heal it then, and be off. See? Her Majesty is paying her last respects, just as Archie promised. Yes, just look at her. I bet she's already forgotten who we are. My sincerest condolences, children of Samuel, for the loss of the father you loved, and for the tragedy caused by the unfortunate actions of your uncle. From now on, they rest side by side in the family vault. They are at peace now. For your unquestionable loyalty and bravery, you shall be knighted and bequeathed the island of Bright Sands from now and forevermore. Oh, forgive me. I always laugh at funerals. I fear, Majesty, it is time we were on our way. She is... The Queen. She's the Queen. Oké. Hát jó. Na és akkor megkaptuk Bright Sands-et. Bright Sands is returned to us. Father's name is cleared. So, that will be all, eldest. Will you and our hunt be leaving? After all we've been through. I will not be fooled, our hunt. I know that we shall one day be parted, but if my prayers be answered, today will not be that day. Dearest sibling, today is not a day for parting. És akkor ezzel is, ezzel véget is ért a... fő sztori, a kampány. You are the paradigm. Super. The Queen is saved, all thanks to your remarkable travails and hardships. Steelsman. És akkor itt én most ezt... You broke the chain. Now we are really somewhere. Ó. Ezeket újra tudom építeni. You must have fed off my resilient aura there, driving the... Pephorians away. Willy. To
two tattered flowers showered with tears give life to a meadowful. Princess Tivar, itt se vagytok már egy csomó ideje. Open war wasn't their style now, was it? But you know they won't be gone forever, dearie. I had been looking forward to putting Edvard's head through the noose. Never mind. No. Fuck, that's one less threat to our survival that I have to take care of. Most mindenki gratulál. Ruthless when you had to be. I like that. The world is rid of a great evil. Én csak lootolni akarom. You will remember your benefactor, right? Jó. Hát ez a fő sztorinak vége is. I can ask, but after that, it is up to you. I am more hopeful than I was. Ó, és akkor itt van az, hogy akkor építsük újra Bryce-et gyakorlatilag, hogy 500 mérnök legyen. Jó. Hát ezt is majd lehet csinálgatni szép lassan, csak most még egyelőre itt elintézném ezeket a dolgokat. Battle cruiser on the warpath. De ezeket miért nem? Ja, mert tele van. Battle deck to attention. Na, miért nem tudom fölvenni? Jó. Hát igen, azzal újra is épül ugye Bright Sense, hogyha itt van 500 mérnök. Gyakorlatilag. Meg majd újra kiindítom, mert elpusztítottak egy pár izét, kereskedelmi hajómat. Azt hiszem ennyit, de lehet még ennyit sem. Na mindegy. Jó, hát akkor Bright Sense-et újra kell építeni. Ez a cél. Hát azt majd szép lassan nem kapkodjuk el, mert egyébként itt van két másik DLC. Ezeket mindenképp meg akarom majd csinálni. Idővel. Ja, ez az, amivel ők lőttek. Ezt a buffot adja nekünk ide a hajóra. Jó. Szuper. Na, akkor fiúk, kitérjetek haza. És adott egy ilyen torpedó. Az komoly. Az is jó, alapvetően. Na. Jó. Ez így szuper, de nézzük meg, hogy azóta mi történt a városban. Elfogyott a rum, mi meglepő. Meg a kávé. Meg a konzerve van valami, de mi? Ship constructed. Furcsa pedig. Jaj, vagy várjatok csak, mert ez kéne vasérc. Pedig az van. Pedig most elvileg nem is kéne, hogy legyen ennyi. Jó, mert a mérnökök is ezt fogyasztják. Jó, akkor értek mindent. Uh-huh. Jó. Akkor ezért van kevés. Ki kéne találni, miből van kevés. Hát paprikából biztos nem, szerintem a hús is elég. Hát gulyás
meg konzerv, de lehet, hogy vissza is van véve. Nem, nincsen. Jó. Lovely day for sea from Paramount. Akkor kéne gulyás, meg konzerv. Hát ezt sem nem tudom már hova tenni. Complete stop! Ezeket meg újraindítom. Egyszerűen elfogy a hely a szigeten. Hát igen, ez ilyen. Na, akkor kaja. De a múzeum mellé pont jó. Na, ez így rettenetes. Arra majd ki kéne találni, hogy hogy legyen. Jó. Na, akkor talán ez helyre áll. Rum meg kávé majd érkezik. Épp most. Jó, és akkor... Nem bírta kirakni a kaucsukot? Miért nem bírta kirakni? Nem volt beállítva. Jó, na volt itt egy kis hajó, amit elpusztítottak. Úgyhogy ezt beállítjuk munkába. Meg itt volt egy... clipper. Meg beállítjuk ezt. Ship constructed. Pont most készült el, nem baj. Jó. Akkor elvileg most már rendben van. És akkor elvileg... Há, már van három vezetékem. A kaucsukra mindjárt ránézünk az új világba. Mérnököt meg majd csinálunk, ha lesz minden más. Hol a vezetékgyár? Stresszes vagy, megértelek én is. Hát kicsit meg van húzva a production. Húzunk még rajta, és akkor előbb-utóbb csak lesz. Hol a másik gyár? Mert ez tényleg csak szén kell, az meg most már annyi van, mint a szemét. Úgyhogy ez elvileg rendben lesz. Jó, na akkor még ránézek a kaucsuk gyára. Gyára, földre. Hát annyira nem húztak bele azért a fiúk, bár... Inkább itt kéne ezt nézni. The people celebrate your leadership. Őszintén szóval nem halad nagyon. Van-e valami itemem? Affects caoutchouc plantation. Ha. Ezt nem tudom, hogy működik. Kaucsuk Fertility Provided. Ezt hazaviszem és kipróbálom. Na, hogyha az óvilágban is tudnék kaucsukot termelni, mondjuk nem tudom hova. Meg kéne nézni, hogy hol van a hely. De addig elindítom, hát... Szerintem Nickelby-re. Ja. Mert hogyha ez működik, akkor ide egy hatalmas kaucsuk ültetvényt ledobunk. Mert ide már úgy se tudunk. Hát így sehol nincs hely. Jó. Ezt még kipróbálom, ez még a mai program. Na, itt van a Court of Justice. Bíróság. A naplementébe. Meg macska nyelvogás. Már ha ez az volt. Hát ezt valahova csak el kéne majd rakni. Ship constructed. Attention for the admiral. Mi ez a tömegjelenet itt?
crying. Fleet awaiting orders. Na. Akkor ezt még tényleg megvárjuk, hogy itt tudnánk-e kaucsukot termelni. Vezeték úgy valami történik. Ugye elvileg vezetéket csak az izzó használ. Abból hát azt vegyük lentebb. Hát nem, mert abból is annyi van, amennyi kell. Viszont az óra megindult fölfele. Arany is van. Jó, akkor ez megoldódott. Ez így. Szuper. Tökéletes. Jó. Hát kaja. Kaja majd lesz. Szerintem akkor ez így most már rendbe jön. Everything's rather fragile. Not much left to do today. Stabil. Ahogy mondani szokták. Szégyelegyetek már szét. Jó. Jó. Jó, jó. Szuper. Itt is jön kaucsuk. Hát... Talán így jó lesz, meg tényleg akkor megvárom, hogy működne ez a... hogy itt tudunk-e kaucsukot termeszteni valamelyik szigetünkön. Na ha igen, az sokat segítene, ez tényleg stabilabbá tenné, nem lenne olyan hullámzó a... Na lássuk! Hát igen, megállt az építkezés. Egyedül ez a rossz hír van. Csináljunk-e valamit? Hát pénzünk annyi van, mint a szemét, az biztos nem kell. Hát happinessre lehet, hogy kéne egy kicsit. Vagy hagyjam. Nyomjunk egy distraction. És kell egy kis propaganda most, egy pici. Egy kicsi. Hát ez ilyen, rossz hír van az. Az nem tesz jót. Elkezdenek lázadni, meg ilyenek. Na jó. Oké. Még egy dologra ránézek. Jó. Állítsak ebbe minimum stockot. Most bicikli is van. Mennyi kell? 300. Megnézzük. Most érkezik egy nagyobb szállítmány. Meglátjuk. Akkor a többi ezek szerint... Ja, ez is ugye elindult fölfele. Hát... Ezt már nem fogjuk kivárni. Ez ma nem fog bekövetkezni. De úgy megindult. Jó, akkor ahogy látom, a investorok száma is maxon van. Igen. Mármint úgy maxon, hogy van mindenük. Itt hiányzik a rum, de az éppen úton van. Tajának kaja is akkor beáll most már. Na, akkor lehet, hogy kéne egy kicsit fejleszteni. Hát csak nem nagyon tudok. Ezt arrébb rakom már, mert nem a legjobb helyen van. Sokat nem javított a helyzetem. Szia, Multon!
Várható-e a kurzusoknál létszámnövelés? Nincs elég hely. Mert hát akkor valószínű. Tehát, hogyha minden kurzus betelt, és már csak a gyűjtőcsoportba tudtál bejelentkezni, akkor valószínűleg fogunk növelni. De ez általában csak akkor következik be, ha minden kurzus be van telve. Általában nem, más okot nem nagyon írtak talán ma is már, hogy hát ja, ma írtak, nem annyit meg a kurzus jelentkezés, hogy hogy másik laboromra tudott bejelentkezni Neptunon, de akkor órája van, hogy jó-e, hogyha másik alkalommal jön. Nekem úgy is jó, tehát aki nálam van, az én laboromra jelentkezett be, az jöhet más időpontra is. Tehát nem probléma. Ugye eddig az volt, hogy ugye a terem kapacitásáig ugye lehet jönni, tehát lehetett átjárni. Egy szabad hely van összesen, gyűjtőbe vagytok heten. Hát akkor valószínű lesz. Várunk még egy kicsit. Egy-két napot szoktunk hagyni. Aki későn ébred. Shit, bocsi, mindjárt mondom. Hű, ez baj. Hát de itt a tűzoltóság. Szépen halad. Amúgy csak úgy riasztott, mintha valami izé lenne. Jó, hát eloltják. Szóval, bocsi, visszatérve, hogy pár napot még várunk, hogy aki ilyen későn ébredő, az is esetleg később bejelentkezik. Szerintem ilyen szerda-csütörtök magasságában növeljük majd a létszámot. Ugye ez most azért kicsit kényelmesebb, ha már ilyen szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy nem kell a terem kapacitással foglalkozni. Hát legalábbis egyelőre. Ja, meglepődnék, amúgy ebbe a félbe kéne. De fogunk növelni mindenképpen. Tehát olyan nem lesz, hogy valaki nem... Tehát olyan nincs, hogy valaki nem tud bejelentkezni, mert nincs elég hely. Tehát fogunk növelni. Múlton. Mindenképpen. Your ship has returned from its voyage. Na, meg is érkezett a hajó. Megvárjuk, hogy odaérjen Nickelbyre, és akkor megnézzük, hogy működik ez így. Mert ezt a buffot nem ismerem, vagy hát ezt a Trade Union itemet. Kipróbáljuk. Amíg odaér a hajó, dübörög a gazdaság, srácok, ahogy mondani szokták. Nyersanyag is van, kaucsuk. Hát lehet, hogy a filamentet is befixálom 300-ra. Nem biztos, hogy okos dolog, de úgy legalább hamar meg lesz. Cargo stations! Na, és akkor a mi probléma, hogy ezeknek a jó mérnököknek kellene áram, érthető okokból. És látjátok, hogy csak a zöld területen van áramellátás. Mondhatnátok, hogy rakom arrébb a bankot meg a botanikus kertet. De az túl egyszerű lenne. The base ingredients for life are all I need to thrive. Water, fuel, shelter, warmth, a laboratory, a housekeeper, and so on.
Egyetértek. Magam is mérnök vagyok. Jó, szóval valóban ide, hát ennek a partnak a helyére, hát ennek most Gréta nem örülne, fogunk csinálni egy másik ilyen olaj alapú erőművet. Olajerőmű? Olajerőmű. Ami el fogja látni ezt a városrészt árammal. Sőt, lehet, hogy ide még kintebb hozzuk. Lehet, hogy ennek a kórháznak a helyére fogjuk építeni. Ja. És akkor ezt úgy tudnánk megoldani szerintem. Hogy... Hol a sinem? Pont jön a vonat, mi? Oda bemegy a vonat, és itt meg ki fog jönni, és itt fog szépen eljönni, itt a város közepén. Ide. Micsoda tervek mi? És akkor a kórházat átrakjuk ide, ezeket a házakat meg ennek a helyére. Ezt nem lehet arrébb rakni, mi? Mindegy, akkor máshova rakjuk a házakat. Majd itt keresünk neki helyet. Szerintem itt akkor el is rakhatjuk. El is kezdem csak, hogy lássam a dolgot. Hát igen, ez a helyhiány, ez sajnos befigyel már ilyenkor. Jó, és akkor ide ledobunk egy power plantet. Hát szó-szó. Nem tökéletes, de... legyen. Ugye majd az utat is ki kell cserélni, mert ilyen köves úton messzebbre megy az áram, ugye a villanyvezeték. És akkor ugye most jön az a szívás része, hogy a sineket el kéne vezetni, és ahhoz meg ezeket a házsorokat itt el kell pakolni innen. Hát, na de hova? Ugye? És azért ez nem kevés ház. Mindig a park helyére. Ez még nem is fér ide. De ide rakom. Akkor meg az állatkert nem fog tudni terjeszkedni. Hát nem könnyű ez így. Na lássuk. Át tudom-e ide rakni ezeket a házakat. Hát igen, egy sorba. Hát van még áram, ugye? Van, eddig van áram. Megint nem jó hír. Ennek már nem is... De áram még pont van. Viszont itt már az egyetem van neki messze. Az investornak nem kell egyetem. Hogy még itt is messze van az egyetem.
itt még van. Jó. Ugye mert az egyetem hatósugarába kell lenni. Az egyetem meg itt van. Na, itt. Hát igen. Ez már messze van egy kicsit. Ami szíves, de hát ez van. Esetleg még azt tudom. De az se az igazi. Mert itt van egy raktár, csak ezt nem tudom hova tenni. Ez a raktár meg azért van, hogy itt közel legyen a... Mert a nyersanyagot folyamatosan hordják be ugye a World Fair-be. Ebbe a világkiállításba, hogy épül. És nem innen kell hordani. Hát igen, ennyit majd tudok javítani, hogy ezt innen átrakom. Na most itt van ez a kocsma. De miért van itt kocsma? Lehet már is megoldottam a dolgot. Mindjárt jó lesz. Ez nem fér ide. Nem fér oda. Szegény mérnököket itt költöztetem össze-vissza. Na, fasza, csak sikerül. Jó. Jó, mondjuk még mindig van itt egy csomó ház. Szóval... Okay. És akkor még mindig vannak házak. Jó, ezek viszont már kézművesek. Ezeket, hát most nem azt mondom, hogy el lehet rakni a fenébe. Full of gladness, I make my best work. Templom kell neki, meg színház. Aha. Hát lehet, hogy most ezt a parkot... Hát... Nem akarom lebontani a parkot, az az igazság. Hát nem egyszerű ez a város tervezés, ugye? Lerombolni meg gyengeség lenne. Hú, itt van egy csomó hely. De ott biztos nem lesz jó, mert addig a múzeum már nem hat, úgymond. Akkor lehet, hogy a munkásokat tesszük át innen. Ebbe a szabad területbe. Nem valami sok. De már csak egy házat kéne onnan valahogy elpakolni. Jó lesz ez. Szuper. Na, és akkor tud színházba menni itt a banda. Nagyon jó. Öröm és boldogság.
Na és akkor most már tudok sínt húzni ide. Ezt a részt meg beparkosítjuk szépen, amit lyuk kimaradt. Itt a város közepén mennek a sinek. Na. Innen jövünk. Ide. Na, és oda már be tud menni a vonat. Itt meg át tud menni. Elvileg. Legalábbis, ahogy olvastam a manuálba, ennek így működnie kell. Reménykedjünk benne, hogy működni is fog. És akkor ez már itt el lehet árammal egy jó nagy részt. Most amit még tudunk csinálni, hogy lerakjuk a köves utat. Mert azzal messzebbre tud menni a villamos áram állítólag. Nem sziszi-fuszi, amúgy, van meg rossz helyre rakom. Elfogyott a tégla. Hát igen, mivel hogy itt a tégla gyár megállt, de most már újraindítjuk a tégla gyárat. Na. Hát, ide már csak a vonatnak kéne jönnie. De szerintem ez se lesz így valami fasza. Your chance to fight for something worth fighting for. Jó, adod a questet. Destroy quest. Tell no one. Jó, nézzük. Elkapjuk őket. Hát nem két perc még odaérünk. Vagy mit csinál? Mert végül is mindegy csak. Hát egyszer. De szerintem rendben lesz. Hát addig idejének a haverok. Ott jönnek. A roncsokat át kell vinni neki. Time the rigging.
Let the sails fill. Jó, ne gyerünk vissza. Missing Ray Whale Track to Oil Harbor. Itt mi történt? Én voltam, rossz helyre raktam a izét, itt az utat. Na jó, most már van sín. De azért leellenőrizzük. Így van, jó. Hát ide meg amúgy is van. Úgyhogy akkor remélhetőleg most már működni fog. Bízom benne legalábbis. You make it look easy. Jó. Rendben van. Na, közben Nikelbire szerintem megérkezett a hajó. Így van, úgyhogy akkor ezt most kipróbálom. Azt mondja, hogy hát, hogy kéne. Leteszünk idei Trade Union-t, amiben tudunk ilyen extrákat tenni. Mondjuk. És akkor tegyük be ezt. Hát nyilván nem működik. Jó, akkor lehet, hogy csak az új világban működik. Jó. Hát... legalább ezt is megtudtuk. Tehát akkor az új világba tudunk másik szigetre vinni. The people celebrate your leadership. Remek. Na, de még ránézek. Én így legalább ez is kiderült. Nem voltam benne biztos, hogy ez így működik-e vagy sem. Most már kiderült. Jó, mondjuk ide lehetne, mert itt nincs kaucsuk, tehát nem olyan a talaj, hogy lehessen, de akkor lehet, jó. Itt most 71 kaucsuk van. Ez nem ezt hordja. Jó. Hát lehet, hogy még az is meg lesz lassan. Jó, hát ezekkel majd foglalkozni kell, mert itt valami nem az igazi. Maradjunk annyiba. Ezzel majd foglalkozni kell, okvetlenül. Na. Nézem, hogy hát lassan beszüntetjük a mai napot. Alapvetően sokat haladtunk, és itt az olaj, úgyhogy működik, van áram. Nagyon jó, ennek nagyon-nagyon örülök, hogy ez így működik. Okés, jó. Hát, sokat haladtunk, ezen a két dolgon kell még javítani, hogy ez a vezeték meg a kaucsuk rendbe jöjjön, mert itt valami nagyon nem oké. Tehát ezen dolgozni kell. Itt most úton van, de nem annyi, amennyit én gondolnék. Nem olyan ütembe jön, ahogy én azt szeretném. Dolgozni kell rajta mindenki. Jó, meg a vezetéken is, mert az is kevés egy kicsit. Na. Úgyhogy akkor én ezzel meg is köszönném a figyelmet. Már én ennyit gondolnék. Nagyon szépen köszönöm a kitüntetőt. Legközelebb szerdán lesz stream, akkor folytatjuk valószínű az Outer Wilds-ot. Úgy volt, hogy ma fogjuk, de ma hosszú fárasztó napom volt, és az Outer Wilds-hoz több vagy kell.
Hát most nekem annyi nem volt, hogy azzal tudjak játszani. De szerdán valószínű az lesz. Ennyi a heti program. Most pénteken nem lesz. De hát ez ilyen. Jövő héten meg folytatjuk majd. Most már a programozással is. Meg lesz 7 második fejben játék is. Na. Úgyhogy még egyszer elköszönök. Köszönöm szépen a followokat, szubokat, csíreket, donéteket. De legfőképpen azt, hogy itt voltatok és néztétek. Én kívánok nektek további szép estét, és kívánok kellemes hetet. Találkozunk szerdán. Na, szevasztok!